A mai epizód egy kicsit más lesz, mint a többi, mert a digitális testem lecserélem a valódira. Ugyanis itt Gödöllőn ma éjszaka lesz egy ilyen hódítás éjszakája nevű cucc, ami arról szól, hogy ha nincsen senki, de akkor kapsz egy zöld szalagot, ha van valaki, de akkor piros szalagot kapsz. Bár akkor nem értem, mi a fenének mennél ilyen helyre. Na, mindegy, úgy gondoltam, hogy ha már másért nem, legalább egy videó erejéig elmegyek erre a hülye bulira. Inspiráció ős ellensége. A farmer nadrág. Mindest 10-kor kimozdulok otthonra egy hülye videó miatt. Nem vagyok normális. Maradtam volna otthon overwatchozni. Na, meg is érkeztem, és beszartam a vicsi szól. Mindegy, itt van a zöld szalag, úgyhogy vágjunk bele az éjszakába. És akkor most lehet a téteket megtenni, hogy A. inspirációt az összes létező lány visszautasítja, vagy B. inspirációt talál valakit, aki... ezt már be se fejezem, mindenki visszautasított. Pedig nem ilyen szardumával mentem oda, hogy szia cica, kiürítenéd a zsebeidet? Hát de miért? Mert szerintem te loptad el a szívem. Hanem, hogy normális voltam, kedves voltam, de ezek szerint ez nem volt elég. 6-ból 6 visszautasított, úgyhogy választhattam, hogy itt maradok továbbra is ebben az introvertált pokolban, vagy megyek haza a fenébe. Sziasztok! Éjfél már elmúlt, hideg van, fázom, szomjas vagyok. 6-ból 6 csaj visszautasított, farmer nadrág van rajtam. De legalább a csillagok nagyon szépek. És tudjátok, a legszánalmasabb az egészben, hogy elmegyek egy ilyen becsajozós buliba, és az éjszaka fénypontja az, hogy látok szép csillagokat. Meg az, hogy nem a Vici szólt a diszkóban, úgyhogy ne hallgassatok rádiót.